Köszöntöm a szubjektív nézőit, mai műsorunk vendége Verebes Ernő, zeneszerző, író és a Magyar Nemzeti Színház fődramaturgja. Üdvözlöm a műsorban. Üdvözlöm én is, nézőket is. Kezdjük az elejétől. Valahogy a pályafutása elején, vagy még esetleg gyermekkorában a művészet, a zeneszerzés, a zene valahogy körülvette az életét? Hát mondhatom, hogy igen. Gyerekkoromat végig kísérte a zenetanulás és hát az irodalom, amit hát ugye akkoriban még egyszerűbb olvasmány élmények jelentettek, de ezek jelentették azt is, hogy a későbbiekben nem tudtam kikerülni azt, hogy ne próbálkozzak én is vele. Tehát maguk a történetek és az az álomvilág, amit jelentettek a regények, azok valahogy megmaradtak, tehát én is úgy maradtam a fejlődés azon fokán. A művészi gének azok valahol ott lapulnak a génekben? Hát nem tudom, több mint valószínű. Szüleim orvosok egyébként, de szerintem bő affinitások volt mindig is hát az ilyen-olyan művészetek iránt, úgy a zene, mint a színházba járás, tehát még itt zentán is tapasztalhattam azt, hogy egy ilyen légkör mit jelent, tehát igen, azt hiszem, hogy végig volt egy ilyen igény a családunkban, és hát ez végig kísérte a felnövésünket, akár öcsém, akár az én esetemben. Valahogy a zenét és a művészetet, az irodalmat, azt el lehet határolni egymástól, vagy pedig ez mindig egy olyan szerves egészet alkotott? Persze, hogy el lehet, tehát biztos vagyok benne, hogy nyilvánvaló, hogy ez két külön ágazat, és hát egy jó csomó időnek kellett eltelni, amíg ezek a külön művészeti kategóriák a fejemben úgy összenőttek, hogy a későbbiekben már mindenféle zavar nélkül tudtam őket egyesíteni, és hát egyikből a másikat, vagy a másikból az egyiket fölidézni, és egy folyamatot kiépíteni a kettő között. Nyilvánvaló, hogy leginkább ez a dalban jött le először, hisz dalokat is írtam, ahol a zene és a szöveg egy olyan optimális arányban, viszonyban van jelen, ami tehát a mai napig meghatározza a dalt, mint egy nagyon fontos formát. És most itt nem pusztán slágerekre gondolok, egyáltalán a népdaltól, a klasszikus dalokon át a mai dalokig. És hát a szöveg és zene e fajta fúziója határozta meg azt, hogy később nagyobb formákba is megpróbálkoztam ezzel, illetve hát külön-külön is a zene is és az irodalom, mint különálló részek valahol egyé váltak és számomra, és ezt próbálom a mai napig kiaknázni, tehát valamiféle hidakat keresni a kettő között. A lényegiségük ugyanaz, a technikájuk más. Mikor volt az a sors forduló az életében, amikor tudatosodott, hogy igenis ez a pálya az, ami magának, önnek teremtődött? Nagyon korán, így úgy emlékszem, hisz a zene végig kísért hát nem tudom, mióta az eszem tudom, én egy ilyen zenélő, fütyörésző fickó voltam, tehát mindig közel állt hozzám a zene, mint ilyen. Később ugye hangszertanuláson keresztül is, és függetlenül attól, hogy vegyészeti szakközépiskolát fejeztem, majd utána a technológiai karon is szerepeltem dicstelen 4 évet, vagy hát lehet, hogy nem dicstelen, most már rájövök arra, hogy mi volt annak is a haszna. Tehát gyógyszeripari technológusként belekóstolhattam
abba a reál gondolkodásba, ami ezt az irányt fémjelzi, és most már úgy tartom, hogy ez nem volt hiávaló. Tehát az a fajta gondolkodásmód, ami matematikailag is kifejezhető, vagy egyáltalán reál tudománynak nevezhető, nagy mértékben jelen van a zenében is. Tehát a zenei formákban, a zenei építkezésben, tehát a zene logikájában, hát a zene is egy fizikai fenomén, ugye a hangtól kezdve, és talán a zenét is így más irányból is tudtam közelíteni, úgyhogy hát számomra ez mind aztán valahol egyé vált, és máig is azt vallom, hogy ezeket a dolgokat valahol nem lehet szétválasztani. Mások, de nem lehet őket szétválasztani, ha az ember úgy gondolkodik róluk. Fiatalkora óta szoros kapcsolatban van Vidnyánszky Attilával, a Kárpátaljai Színház akkori vezetőjével, aki később a Magyar Nemzeti Színház élére került. Félig meddig köszönve ennek a barátságnak sikerült egy olyan komoly pályára lépni, amit mondhatnánk, hogy most a csúcsán van a pályának? Hát nem tudom, ilyen csúcsokat nem látok, nem is hiszem, hogy... Tehát a csúcsok azért vannak, már most a hegycsúcsokra gondolok, hogy megpróbáljuk őket megmászni, de aztán mindig jönnek újabb csúcsok. Tehát mindig egy csúcs előtt állunk, bárkire is legyen szó, és bármilyen a hivatása. Hozzánk mért csúcsokat mindig meg kell mászni, ez mindig saját magunkhoz képest történik. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez egy olyan extra csúcs volna, ez is egy olyan kihívás, mint a többi. Mindegy dalt megírni, hogy az nekem megfeleljen, és örülhessek neki. Tehát igen, nyilván, hogy kihívás, és színházról lévén szó, picit a megközelítés is más. De hát ugyanakkor a színházban is mindez, amire az előbb volt szó, jelen van, egy olyan társításban, ami hát aztán ad egy külön minőséget, amit úgy hívnak, hogy színdarab. A tevékenységi köre fő dramaturg. Hogy kell elképzelni a mindennapjait, vagy az ihletet, a motivációt, ami adja a szívét, lelkét egy színdarabhoz? Hát a dramaturgi pálya az általában tabu szokott lenni, mert az ember vagy színész, vagy rendező, ha más színházat csinál, vagy színházban ügyködik. Hát tehát a dramaturg általában a szövegi síkot veszi górcső alá, annak az értelmezhetőségét. A szöveget elemzi, a szöveg gondolatiságát és annak hátterét prezentálja a rendezőnek minden olyan háttérinformációval együtt, ami az adott dalaphoz kell. Tehát ez egy szövegcentrikus munka. Nagyon fontos az, hogy az ember elemző kész legyen, és mindig egy friss szemmel nézzen egy meghatározott szövegre, hogy azt esetleg adaptálni tudja, esetleg meghúzni tudja, tehát úgy formálni, hogy abból a színpadon keletkezhessen egy autonóm mű, ami ugye már a rendező keze munkája, viszont nagyon kell hozzá ez a sík is. Tehát a színház nagyon sok paraméterből áll össze, és hát a szöveg az ennek csak egy része. Sokan vitatják is, hogy vajon a szöveges színház az nem-e avit, nem-e idejét múlt olyan téren, hogy már maga a koreográfia és a szcenográfia is színházat tud csinálni. Persze, hogy tud, nagyon sokféle színház van, de viszont ugyanúgy a szcenográfiának, a koreográfiának és a zenének is megvan a maga motivikus rendszere, ahogy a szövegnek is, tehát jelekből táplálkozik a színház, és ezen jelek összeadódásából származik utána az a bizonyos előadás. Tehát itt a szövegszférája az, amit a dramaturg leginkább ugye
szem előtt tart, de viszont nem csak az, hanem az előadás egésze is. És hát nagyon érdekes feladatok vannak, vagy is vannak. Adott darabok értelmezésétől kezdve a regény adaptáción át a saját szövegig, de még úgy is talán, hogy egy regény adaptációba saját szövegeket tudunk beleplántálni, ha ennek van oka is, az ott jó helyen van. Tehát minden csak a mértéktől függ, és a szakmának az ismeretétől, és hát a forma ismeretétől, hogy mit, hova, hogy lehet, hogy az se sok, se kevés ne legyen. Valahogy, amikor hozzááll egy új tevékenységhez, egy új mű írásához, megszerkesztéséhez, igénybe kell venni a közönségnek az igényeit is? Vagy figyelembe kell venni a közönségnek az igényeit is? Mert mondjuk rá 25-30 évvel ezelőtt meg lehet másmilyen kihívások elé állították a dramaturgot, a rendezőt, az igények. Hogyne, persze, hát ez is egy folyamat. Én nem azt mondanám, hogy okvetlenül fejlődésnek nevezhető, mert ez egy relatív fogalom, hogy hova fejlődünk, lehet visszafele is. Az viszont biztos, hogy a színház az a közönség miatt van, tehát ez már egy közhely. Viszont nagyon igaz. Pontosan ezért talán egy előadás a maga esztétikai létében nem a színpadon valósul meg, hanem valahol a közönség is a színpad között. Tehát, hogyha ezt helyileg elképzeljük, akkor úgy kell elképzelni, hogy a közönség és a színpadon szereplő színészek és az egész színpadi kompozíció közötti viszony adja magát azt az előadást, amit lát a közönség. A közönség tudja nagyját tenni, vagy esetleg kifütyülni, avittá tenni, vagy kanonizálni. Tehát a színháznak az esztétika egy elég összetett dolog, pont azért, mert egy nagy apparátus van, amelyben nagyon sok paraméter határoz meg egy művet, és egy nagyon nagy befogadó közönség van, amely ugyanabban a pillanatban ül ott, amikor zajlik a mű. Tehát a színház az pont azért a pillanat művészete, és ez a pillanat és a pillanat varázsa az, ami gyakorlatilag művé avat egy előadást. Úgyhogy ez az, ami változik állandóan. Tehát egyszer kicsit a közönség felé billen az egyensúly, egyszer a darab felé. Vannak rendezők, akik kicsit jobban fittyet hánynak a közönség ízlésére és a saját útjukon haladnak. Ugyanakkor egy idő után a közönség elkezdi őket követni, mert hát valamit látnak benne. Ez, hogy miért, ennek nagyon sok oka lehet. Ennek lehet az oka az, hogy valóban jó az a valami, lehet az, hogy trendivé vált, divatossá, és ezért vonzódik hozzá a közönség. Ugyanakkor nyilván vannak közönség kiszolgáló darabok is, amelyek a közönség aláadva pontosan a közízlést célozzák meg. Hát színháza válogatja, hogy mit tűz ki célul. Mindegyik színháznak és mindegyik színházi filozófiának vagy politikának van létjogosultsága és oka. Arra aztán lehet vitázni, hogy az hogy sikerült, vagy milyen jó. De hát a lényeg az ugyanaz, hogy a színházi esztétika, a színpad és a közönség között valósul meg valahol. Melyek azok a színdarabok, amelyekben eddig részt tudott venni, és közöttük van-e kedvenc? Hát viszonylag sokban vettem részt, dramaturgként is, és zeneszerzőként is eddig egyben. Ez egy márai előadás volt, ami két egyfelvonásost tartalmaz. Árkosi Árpád rendezte ezt, ott zeneszerző és dramaturg is voltam, tehát
nagyon szoros kapcsolatunk volt a rendezővel és hát a színészekkel, és ez egy kamaradarab 6 színésszel, méghozzá a Jóka, Nagy Kálózi Eszter, Söptei Andrea, Tóth Augusta, Blaskó Péter játszottak benne is. Hát ez egy finom húrokon játszó, finom húrokat pengető, a lélek rezdüléseire figyelő kamara darab. Ellentétben mondjuk egy Don Quixote, valami nemrég volt a bemutatója, és amelynek az adaptációját én írhattam meg, ami egy nagyon nagy kihívás volt, és egy elég nagy munka. Ezt Vinyánszky Attila rendezte, ez egy nagy színpadi mű, nagy szcenográfiával, nagyon szép díszletekkel, koreográfiával, és hát ez egy 3 óra hosszás olyan nagy színpadi mű, ami jellegét tekintve teljesen elütt mondjuk ettől a Máraitól. Hát most azt tudnám mondani, hogy kedvenc, nem nagyon vannak ilyenek, de most a legaktuálisabb az éppen a Don Quixote, ami, tehát nagyon megszerettem azokat a figurákat, amelyeket újraírhattam a regényből. Nagyon összebarátkoztam a Don Quixote családjával, a Nicolas Borbétól kezdve a Kulcsárnén át a plébánosig, mert hát ezek a figurák alkotják azt a világot, amit én valahol megcsináltam az ő számukra, hogy ők ebben otthon érezhessék magukat, úgyhogy már a megírás is egy ilyen teljesen bensőséges viszonyt alakított ki köztünk, és hát talán ezért is a színészek is úgy tudtak megbarátkozni ezekkel a hősökkel, hát amilyen szeretettel én őket meg tudtam újra fogalmazni. És hát ez most egy új repertoár darab a Nemzetiben. Nem kell figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy amikor Verebes Ernőről van szó, hogy az ön nevéhez fűződik a Zentai Énekelt Versek Fesztiválja, hiszen 20 évvel ezelőtt ön teremtette meg ezt a hagyományt itt a Vajdaságban, itt Zentán. Hát nem csupán én, a Szintarév Együttes, amelynek én is tagja voltam, és hát a Zentai Közművelődési Központ, amelynek akkor Hajnal Jenő volt az igazgatója, és hát igen, ez 95-től fut. Hanem ez az a dalkorszak, amiről az előbb is beszéltem, és ami nagyon-nagyon meghatározta nálam, speciál mondjuk a zene és az irodalom kötődését, és én mindig úgy tartom, hogy a dal az egyik legperfektebb kisforma. Miután megnyertük a Pécsi Énekelt Versek Fesztiválját, azután vérszemet kapva, és annak a mintájára kezdtük szervezni Zentán is az Énekelt Versek Fesztiválját, ebben sokat segített a Kaláka is, és a mai napig ők is itt vannak, tehát tavaly volt azt hiszem a 20. fesztivál, és egyre népszerűbb lesz és tömegesebb, és hát a dal, mint olyan, itt a főszereplő. Persze ez itt egy nagyon-nagyon tarka paletta, tehát az egyszerű, naív daloktól kezdve a már-már alternatív, merész megnyilatkozásokig, mind szövegbelileg, mind zeneileg minden megtalálható. Pályafutása, pályája, tevékenysége, munkája összetett. Ezt az összetettséget családi támasz háttér nélkül képtelenség lenne végigvinni? Igaz ez? Hát igaz. Ilyenkor szoktak mindenkinek mindent megköszönni, de hát ez valóban így van. Tehát a családi háttér az, ami nem tudom, nem is 2, de 3 botot helyettesít, úgyhogy az embernek már néha a lába se kell ahhoz, hogy menni tudjon tovább. Hát ez nekem megvan. Hát mondjuk feleségem révén abszolút, aki szintén ilyesmivel foglalkozik, tehát most, hogy mi ilyesmivel, hát
ilyesmivel, ilyen irodalom, zene és a többi. Tehát nem, valahogy mindig furcsa ezt mondani, mert az embernek úgy tűnik, hogy ilyen szépelgés, hogy most mi ilyen szép dolgokkal foglalkozunk. Ezek nem úgy szép dolgok, hanem egyszerűen ez el kell dönteni, és hát nálunk ezek az életünk fő szempontjai. De hát az életben nem ezek a legfontosabb szempontok. Mi ezek mentén kezdtünk haladni, és még mindig ezek mellett haladunk, látva ennek a fonákját is, és hát a nehézségeit. De hát az ember akkor tud valamit igazán megpróbálni, vagy igyekszik megpróbálni, hogyha nem tud a nélkül meglenni és létezni. Tehát én azt hiszem, hogy mi nem tudnánk ennélkül már létezni, sem váltani, úgyhogy ez, amit tudunk, vagy legalábbis ez, amit igyekszünk tudni, vagy igyekszünk, hogy az látszon rajtunk, hogy tudjuk, és hát de hát annyira nem is tudjuk, mint amennyire szeretjük, és azt hiszem, hogy ez a fontosabbik aspektus ennek. Tarsójában vannak-e még ötletek, tervek, célok? Vannak célok, vannak olyan célok, amikről tudok, és nyilván vannak olyanok is, amikről még nem, mert azok majd egy folyamatba fognak kialakulni, és azok is épp olyan fontosak tudnak lenni, mint valamiféle kitűzött célok, nem tudom. Minden nap azzal telik, hogy kisebb vagy nagyobb kihívásoknak teszünk eleget, és ezek közül egyik másik célnak is tekinthető. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt a mai Szubjektív. Maradjanak továbbra is velünk.